Halló, szevasztok! Zsíros Deszka vagyok, és ide kényszerültem, és hát nem kényszerültem, csak a stúdiómban, az úgynevezett, hogy a stúdiómban, az asztal, kiskutya, stb. Ott már a tengeri halak ugye alszanak, így hát gondoltam, hogy már nem akarom őket zavarni. Aztán, ja, ez most itt az új stúdió, na mindegy. Tehát itt ülök a földön az ajtó előtt. Nos, a mai videó egy egészen érdekes téma, és ezt is ugye Instagramon kaptam, mint nem tudom, úgy néz ki, hogy a videóimnak majdnem, hogy több, mint a fele. Szerintem jó 80%-ban úgy a ti ötleteitekből, vagyis hát amire kíváncsiak vagytok, mindig arra reagálva így készülnek. És ezúttal a téma az volt, hogy itt milyen papírok kellenek, csak úgy a nem is az, hogy az itt tartózkodáshoz, mert ez egy másik téma, hanem csak úgy az igazoláshoz, tehát hogyha igazoltatnak vagy valami hivatalos helyen, hogyha fel kell mutatott papírokat, stb., akkor mik azok a papírok, amik kellenek, és ezt gondoltam, hogy egy jó pofiság, mivel, hogy ja, de nagyon eléggé hasonlít egyébként az otthonihoz, azon felül, hogy itt a külföldieknek van pluszban egy kártya igazából, ami így az is a neve japánul egyébként, hogy a külföldieknek való, vagy a külföldieknek való igazolás, vagy valamilyen, nem tudom, hogy fordítsam le, úgyhogy inkább le se fordítom, de hát ez csak a külföldieknek van, és ezt gondolom, hogy azért, mivel, hogy ugye az útlevelet nem hordja mindenki magánál, sőt, szerintem nagyon kevesen hordják maguknál az útlevelet, ha csak nem éppen valahova utaznak, és így aztán igen. Ezen felül így normálisan, így tök alapban ugye itt a jogosítványt használjuk, tehát külön személyigazolvány van, nincs. Nincsen. Ez a személy. És akinek nincs jogosítványa, azoknak szoktak kibocsátani egy igen, az már hasonló, tehát mégiscsak van. De, ja, csak úgy alapjáraton a jogosítvány. Tehát a jogosítvány az az alapjáratú igazoló papír, ami igazából egy ilyen kis kártya. Nem fogom mutogatni, mivel hogy úgyis ki kéne mozaikoznom az egészet, úgyhogy inkább csak így elmondom. Nagyjából olyan, mint egy kreditkártya, azt hiszem, hogy a mérete is ugyanaz. Kicsit talán, mint hogyha vastagabb lenne. Jobbat lehet vele hajítani. Aki tud kártyát dobni, az például egy ilyen japán jogosítványa nagyon keményen, brutálisat tud alkotni. Aztán ezen felül ugye, mivel hogy, ja, mint ugye mondtam, az itt tartózkodási dokumentumok, tehát az pecsét így az útlevélben, nekem zöld kártyám van, és ja, az is így az útlevélben van, és útlevelet nem hordunk magunknál, de ha egyébként azt hordanám, akkor nem lenne szükség semmi másra, ugye az útlevél az majdnem, hogy csak a leg, nem mondja majdnem, hogy csak, hanem hogy az a leghivatalosabb okmány, mivel hogy útlevél elkészítésekor ugye mostanában még ilyen szemfényképet is készítenek, nem tudom, pupilla, bevizsgálás van meg minden. Tehát ja, elég alaposan utána járnak, hogy ki kivel van. Tehát, hogyha van útlevél az embernél, akkor az teljesen okés. De ja, nagyjából ez a kettő, ami úgy igen, az útlevelet akkor most ott hagyjuk. Tehát így még egyszer elmondom, hadd ismételjem magam. A jogsi, tehát útlevél, jogsi, és nem kicsit dzsúvás, ez, egyébként ez melós cucc, úgyhogy ne lepődjetek meg ilyeneken. És már eléggé lehűlt a levegő, nem tudom, csúszunk vissza a télbe, vagy valami ilyesmi. Ezen felül a motovlog az mostanában nagyon úgy néz ki, hogy nem nagyon lesz, de majd ha elkapok egy jobb időt, akkor tuti, hogy lesz, mert ja, most itt az esős időszak beköszöntött, és egy hónapon keresztül úgy azért esni fog, majd azért lehet, hogy lesz egy-két szünete, egy-két nap, amikor úgy kiborul, és akkor már egyből pirítok ezerrel, de mindegy. Aztán ezen felül, ami érdekesség, ja, ennyit az okmányokról, ténylegesen csak ennyi. És ezen felül ugye vannak különböző, olyan, mint a TB kártya, meg ilyen, tehát ja, de az teljesen más, az csak amikor beteg vagy, akkor amikor elmész a kórházba, vagy fogorvoshoz, vagy ilyenek, akkor így odaadod, de
ezen felül nem igazán tudod használni. Nos, amit még ide hozzátűznék, mert ez is ugye ehhez tartozik a témához, hogy itt nincs aláírás, kimondottam, vagyis most már azért van, régebben állítólag nem volt csak a pecsét, mostanában viszont úgy, ja, valahol aláírással, valahol pecséttel, hogyha például csomagot hoznak, akkor most már aláírás, de amikor nem is tudom, ilyen kicsit erősebb hivatalos papíroknál viszont ott már pecsét, aláírás, új lenyomat, meg minden. Nem annyira durva hivatalos papíroknál pecsét. És az ilyen, tehát az aláírás az marad a legalul. Tehát, hogyha valamit csak úgy alá akarsz írni, akkor az eléggé ilyen gyenge dolog lesz, vagyis hát nem az, hogy gyenge. Tehát ilyen még, amikor kihoznak egy csomagot hozzád. Hogyha például egy olyan csomagot hoznak, egy okiratot, vagy valami fontosabb levelet, amit így személytől személyre, tehát így át kell venned, és aláírnod, ott már, ja, ott ja, bemutatod például a jogosítványodat és aláírod, ja, ott már kérni fognak valami iratokat, de ja, úgy durvább dolgoknál felveszek kölcsön, stb. Pecsét. Mindenképpen pecsét. Tehát, és itt mindenkinek névre szólóan van pecsétje, tehát ez úgy néz ki, hogy elmész és csináltatsz egyet. Itt is a pecsétek között is különféle pecsétek vannak. Tehát van olyan pecsét, amit megkapsz a 100 ilyen üzletben, és tehát, mint például úgy, mint magyar neveknél is, itt is ugyanígy van, hogy a családi névnél nagyon sok mindenkinek ugyanaz a neve, és így aztán így végig van sorokoztatva, és ja, árulnak mindenféle pecsétet. Az viszont nem egy olyan pecsét, hogy tudnád használni ilyen keményebb dolgoknál, hanem annak egynek kell lennie. Tehát ez úgy néz ki, hogy általában elkészítik, kézzel készítik el, és ezt el kell vinni, beigazoltatni. Tehát ebből le fognak venni egy másolatot, és ugye mivel, hogy kézzel készítették el, ez olyan, mint az aláírás, hogy ezt nem igazán lehet utánozni. Szerintem még, ja, még jobban, mivel, hogy annak a lenyomata, ugye, mivel hogy kézzel készítették el, még egyszer ugyanúgy nagyon kicsi a valószínűség, hogy meg lehetne csinálni. Jó, ha valaki nagyon aprólékosan ráállna, akkor lehet, hogy valami hasonló, de az ember megnézi nagyító alatt, úgy önmagában az anyagnak, amiben ugye vésik bele, annak is ugye különböző mintázata van, mikroszkópikus, nem tudom, tehát ja, nagyon kicsi a valószínűsége, hogy ezt be lehetne utánozni. De mindegy, ezt elviszi az ember, és le kell ugye igazoltatni, tehát ja, lenyomatják, vesznek egy mintát róla, és kapsz hozzá egy igazolást, és általában ezzel az igazolással kell pecsételni. Tehát nem elég önmagában a pecsét sem, ez egy ilyen frankó dolog, tehát jól ki van találva. Nagyjából szerintem ennyi, nem tudom, biztos kihagytam egy pár dolgot, kérdezzetek kommentben, aztán valószínű, hogy úgyse válaszolok rá, mindenki válaszolnék. És ja, ezen felül, amit szeretnétek tudni, ugye Instagramon ja, ott vagyok, és ott privátban tudtok nekem írni. Instagramra nagyon régen posztoltam már, tehát raktam ki valami anyagot, de ja, majd amikor kedvem van éppen hozzá. És nagyjából ennyi, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót is. Jó poppiság! Sziasztok!